Köszöntöm nézőinket, a Közéleti Magazint látják. Nekünk a legkisebb is fontos, fogalmazott Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke. A Tolna megye 109 című újonnan induló projekt lényege, hogy a kis települések se érezzék magukat elhanyagolva, annyi figyelmet és arányosan annyi támogatást kapjanak, mint a nagyobb falvak, községek vagy városok. A fő cél egy közös otthon megteremtése, amit Tolna megyének nevezünk. A projektekről beszélünk, hogy a jövőben hogy tudna a megye Mordának is segíteni. 2020 májusában a Tolna megyei közgyűlés elindította a Tolna 109 elnevezésű projektjét, aminek célja az, hogy egyforma figyelmet kapjanak a megye települései létszámtól függetlenül. Orbán Attila, közgyűlés alelnöke elhatározta, hogy saját tapasztalatot szerez, és körbejárja mind a 109 települést, hogy felmérje, milyen fejlesztésekre lenne szükségük. Így jutott el Tolna megye legkisebb településére, Murgára is. Én már jeleztem a megyei közgyűlés felé, hogy Murgának mire lennek szükségek. Itt többek között a turizmus fejlesztés, belterületi csapadék, vízelvezetés, az önkormányzati épületek energetikai fejlesztése. Többek között felvetettem azt, hogy mi a zsáktelepülés vagyunk. A zsáktelepülés, ha megszűnne, ha a Felsőnánával itt a Földes úton szilárdburkolatú út lenne, illetve a célszerűnek tartanánk azt, hogy ha egy kerékpárút is épülne végül is mellette, mert ugye a mostani mai helyzetben elég sokan igénybe veszik a kerékpár adta lehetőségeket. Továbbá hát, amik majd ki lesznek írva a pályázatok, és mi szempontunkból meg tudunk ragadni, azt majd a későbbiek folyamán egyeztetjük, és ha mód és lehetőség van rá, akkor mindenképpen szeretnénk majd pályázni. Mivel minden polgármester több mindent szeretne fejleszteni a településén, így egy fontossági sorrendet kell felállítaniuk. Az elsőleges célunk itt a belterületi csapadékvíz elvezetése lenne. Mi itt egy vőtelepülés vagyunk, és a nagy esőzések következtében itt a murgai ároknál sok probléma volt, illetve kiöntött az árok, és itt a nagyon szép kis központunkat itt elárasztotta, és hát egy iszaptenger volt a központon. Én talán ezt tartanám az elsődleges célnak a település szempontjából. Turisztikai fejlesztést is felvetettem. A település nagyon szép környezetbe fekszik, valamikori pince sor, ami volt ott egy turista útvonalnak a kialakítása, esetleg, hogyha ha nagyon sok pénz lenne, akkor egy turista ház létrehozása, mert én biztos vagyok benne abban, hogy a pihenni vágyok azért eltöltenének itt egy-két napot, vagy akár egy hetet is ilyen jó kis levegősű környezetbe. Murga polgármestere elmondta, nem érzi azt, hogy ellennének felejtve. Ők mindent megpróbálnak, hogy azért a megyének a legkisebb településére is jusson valami a toppos pályázatok, vagy a fejlesztési lehetőségek. Ígéretet kaptam arra, hogy ha ezek a pályázatokra kiírás kerül, akkor minden lehetőséget és mindent megadnak abba, hogy sikeresen tudjunk pályázni. A Tolna megyei közgyűlés több projektet is megvalósított már a megyében, a terület és településfejlesztési operatív programon belül. Sok csapadékvízelvezetési problémát oldottak meg, úthálózatot, kerékpárutakat építettek, fejlesztettek. Elindítottuk a Tolna 109 projektünket, aminek az a lényege, hogy minden egyes Tolna megyei településre ellátogatunk személyesen, megismerjük a települést a maga valóságában, elbeszélgetünk a település vezetőkkel, és most már a 109-es sorban a 94. Murga. Azért fontos Murga, mert ebben a sorban a kicsikre is odafigyelünk, és Murga a megye legkisebb települése, most mondta el polgármester úr, hogy alig élnek 60-an ebben a faluban. De nekünk a legkisebb is fontos, sőt, aki gyereket nevel, az tudja, hogy a kicsikre még jobban oda kell figyelni, mint a nagyokra, és ezt tesszük. Átnéztük a projekteket, mire lenne szüksége Murgának, hogyan tudna a megye segíteni a murgai embereknek, és azon leszünk, hogy ami tőlünk telik, mindent megtegyünk annak érdekében, hogy ez a kis falu tovább tudjon élni.
nagyon sok településen vannak fejlesztéseink. Már átadtunk agrárlogisztikai központokat is az elmúlt időszakban, nem csak egyet, ipari park fejlesztésünk is van, úthálózat fejlesztéseink vannak. Nem sokára munkaterület átadás lesz egy út kapcsán, amit ugyancsak a megye a topos forrásból fog megvalósítani. Nem sokára kerékpárút munkaterület átadásra kerül sor Tolna térségében. Nem olyan rég voltunk Potápi Árpád képviselő úrral Kölest és Kistormás közötti kerékpárút munkaterület átadásán, úgyhogy nagyon sok projektet sorolhatnék, és nagyon sok csapadékvizes projektünk is van, hála Istennek, és ezek is hamarosan elkezdődnek, és így egy kicsit tudjuk a megye falvainak az állagát óvni, és ezekkel a beruházásokkal természetesen fejleszteni a településeket. Mindig azt kell mi mérlegeljük, és meglássuk, hogy akik kimaradnak valamilyen körből, azoknak is lehetőséget biztosítsunk, hogy nehogy úgy járjanak a települések, hogy akinek van, annak még adatik, akinek pedig nincs, még az is elvétetik tőle, ami van. Úgyhogy egy kicsit a méltányosság és az igazságosság talaján is kell mozogjunk, de ezt csak akkor látjuk tényleg, hogyha végigmegyünk a településeken, és mind a 109 településnek megismerjük a helyzetét és a lehetőségét. A megye látóteréből egyetlen település sem eshet ki. Mind értéket képvisel és szerepe van a megye sorsának alakulásában. Ezt a szálat akarja a Tolna megyei közgyűlés, a Tolna 109 nevű projekttel rövidebbre húzni, hogy a települések közelebb kerüljenek egymáshoz, már-már testvéri kapcsolatot ápoljanak. Új elnök helyettese van a Szekszárdi járásbíróságnak. Barkóczi Balázs polgári peres bíróként az elmúlt 12 évben dolgozott már Pakson és a Szekszárdi törvényszéken is. Az elnök helyettesi pozíciója mellett pedig tagja az Országos Bírói Tanácsnak is. A 15 tagú testület legfőbb feladata, hogy ellenőrizze az Országos Bírósági Hivatal elnökének munkáját. Barkóczi Balázs 2008 óta látja el bírói szolgálatát. A polgári perekkel foglalkozó szakember korábban dolgozott már Pakson és a Szekszárdi törvényszéken is, néhány hete pedig elnök helyettesként a megyeszékhely járásbíróságán látja el hivatásához kapcsolódó feladatait. Anyai ágon egy nagyon komoly hagyományokkal rendelkező jogász családból származom. Több száz éve visszavezethetően a család férfi tagjai jogászként dolgoztak, sőt, amennyire vissza tudtam követni, a hölgy tagok is gyakorta jogász végzettségű férfiakhoz mentek feleségül. A nagypapám anyai ágról, dr. Kosztent Vilmos Gyönki járásbíróság elnöke volt, majd a Tamási járásbíróság elnöke. Az elnök helyettesi kinevezés jelentős változásokat hozott Barkóczi Balázs munkakörében. Az ítélkezési munkájától ugyan továbbra sem szakad el, ám mostantól már a járásbíróság igazgatási munkáinak egy jelentős részét is ő látja el. Úgy gondoltam, hogy ezen a területen, tehát a járásbírósági szinten igazgatási vezetőként hitelesen fogok tudni működni, amit az eddigi szakmai tapasztalatom, a bírói tevékenységem úgy gondoltam, hogy megfelelően alátámaszt. A hétköznapi ítélkezési tevékenység mértéke az csökken. Az igazgatási vezető kevesebb ügyet és kevesebb tárgyalási határnapon tárgyal, mint egy átlag bíró. Másrészt megnőtt azoknak a tevékenységformáknak a száma, amik közvetlen az igazgatáshoz kapcsolódnak. Ez elsősorban az ügyek kiosztásában nyilvánul meg, az úgynevezett szignálásban, amit elnökhelyettesként a polgári ügy szaktekintetében végzek. Azaz a Szekszárdi járásbíróság hatályos ügyelosztási rendjében foglaltaknak megfelelően gondoskodom arról, hogy az ügyek az egyes bírókhoz kiosztásra kerüljenek.
polgári és gazdasági ügyszakban, illetve nem peres területeken is, végrehajtásban, egyéb peren kívüli ügyek tekintetében. A másik igazgatási értelemben vett fő változás talán az, hogy foglalkozhatok a bírósággal kapcsolatba kerülő ügyfeleknek nem csak a jogvitáival, de az általuk előterjesztett esetleges panaszt vagy kérelmet tartalmazó más beadványaival is. Előfordulhatnak olyan döntések, ahol a bíró maga is néha kétségek közé kerül. De amikor a döntést meghozza, akkor az adott döntés mellett már teljes bizonyossággal kell állást foglalnia. Barkóczi Balázs Tolna megyéből egyetlen bíróként mondhatja el magáról, hogy nemrég beválasztották az Országos Bírói Tanács tagjai közé. Ez a 15 tagú testület a bíróságok önigazgatási jogát biztosító legmagasabb szintű fórum Magyarországon. Azaz a bírósági szervezet függetlenségének legmagasabb rangú testülete. A fő feladata az az, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnökét a jogszabály által meghatározott területeken ellenőrizze vagy felügyelje. Ezek lehetnek költségvetési kérdések, statisztikai kérdések, képzésekkel, munkaterméréssel kapcsolatos területeken hozott döntések. Az Országos Bírói Tanácsban 14 tag foglal helyet, a 15. 14 bíró tag foglal helyet, a 15. a kúria elnöke. Ezen kívül tanácskozási joggal veszhet részt a tanácsülésen az igazságügyminiszter, a legfőbb ügyész, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, a Közjegyzői Kamara elnöke, a Magyar Bírói Egyesület elnöke. A tagok választás útján kerülnek ebbe a tanácsba. A járásbírósági szintről 6 tag kerülhet be, ezek egyikek közé választottak a közelmúltban, ami személyes értelemben egy nagyon komoly siker is, de ennél talán fontosabb, hogy egy nagyon nemes feladat. Hiszen ezen a poszton az ember országos igazgatási kérdésekkel foglalkozik, tehát szemben az elnök helyettesi tevékenységgel, ahol inkább helyi igazgatási feladatok ér felül az ember, itt országos kérdésekben is megnyilvánulhat. Személy szerint tehát erre a tagságra rendkívüli módon büszke vagyok, de úgy gondolom, hogy elsősorban a megye szempontjából kell vizsgálni ennek a kérdésnek a jelentőségét, hiszen nem saját személyemet képviselem, hanem Tolna megyei küldöttként választottak ebbe a tanácsba. A megye szempontjából lévén Tolna megye azért a kisebb megyék közé tartozik az országban. Nagyon komoly dolognak számít az, hogy ez a képviselet most létrejött. Legutóbb még az Országos Igazságszolgáltatási Tanács keretein belül több mint 10 évvel ezelőtt volt a megyének személyes képviselője a legfőbb igazgatási testületben, és hát ez most újra előfordult. Én úgy gondolom, hogy alapkérdésekben nem lehet vita a tekintetben, hogy a bírói munkának az alapértékeit miben látjuk. Abban, hogy ezeknek az alapértékeknek a megvalósításához milyen úton jussunk el, lehet, hogy felmerülnek érvek és ellenérvek, de mindez csak olyan módon fordulhat elő, hogy közben a felügyeleti tevékenységünket gyakoroljuk. Tehát mondjuk egy képzési rend összeállítása esetén, vagy az arra történő javaslattétel alkalmával, lehet, hogy az ország egyik területén bíráskodók más hangsúlyokat találnak, mint amikre adott esetben én vagy az itt dolgozó bírák gondolnak. De alapértékekben a hivatásrend
lényegi tulajdonságaiban én nem tartok attól, hogy itt bármiféle eltérés lenne közöttünk. Rengeteg információ hangzott el az elmúlt percekben a hazai igazságszolgáltatással kapcsolatban. Egy dolog viszont eddig rejtve maradt. Ki is valójában Barkóczi Balázs? Egy olyan ember, aki szeretne minden területen a lehető legjobban teljesíteni. Legyen ez a magánélet, a családi kör, és legyen ez a munka területe. És aki nagyon szeret sportolni. A család által adott biztonságot, azt érzem a mindennapokban. Úgy gondolom, hogy ez lehetővé teszi azt, hogy magas szinten teljesítsek munkahelyemen. De ugyanakkor ez feltöltődést is ad ahhoz, hogy az ember hely tudjon állni minden tekintetben. És ezt megkapom otthon. Majd egy évtizede kezdődött a Magyarok Kenyere program, amelyhez határon innen és a határon túlról is csatlakoztak a gazdák. A beszállított terményből készült liszt szociális célokat szolgál. Tolna megyében évről évre nő a csatlakozó gazdák és a felajánlott búza mennyisége is. A Magyarok Kenyere program 2011-ben indult. Akkor 10 tonna gabonát gyűjtöttek, és abból készült lisztből sütötték az augusztus 20-ai kenyeret és cipókat. A maradék lisztet a Dévai Szent Ferenc Alapítvány kapta, ami a gyerekek 4 havi étkezésére volt elég. 2015-ben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai partnerként vett részt a program megvalósulásában. Összesen 440 tonna búza gyűlt össze 47 gyűjtőponton, közel 3100 adományozótól a határon kívül és belül. Ebben az évben már 20 malomban örültek, az adományozók köre bővült, így 109 gyermeksegélyező szervezet részesült az adományból. 2019-ben a célkitűzés a külföldön élő magyarok bevonása volt. A program hatalmas sikeréhez közel 5700 adományozó, 3551 magyarországi és 2117 külföldi gazda ajánlott fel adományokat. A liszten kívül elektronikus készülékeket is átadtak. Idén 10. éve gyűjtjük a búzát, a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretén belül, ami tulajdonképpen jelképezi a teljes Kárpát-medencei magyar gazdák összefogását és karitatív szándékát. Teljesen úgy gondolom, hogy határon belül és határon túl is vették az alapítvány jelzését, és a karitatív cél mindenképpen megvalósult. Évről évre egyre növekvő mennyiségű eredményeket hozott. A tavalyi év volt a legkiemelkedőbb, és bízunk benne, hogy az idei év sem fogja ezt alulmúlni. 2011-ben Tolna megye is gyűjtött első alkalommal, de akkor még kis mennyiségeket, akkor országosan összesen 10 tonna búza gyűlt össze, és ez növekedett az utóbbi években. 2019-ben 790 tonna gyűlt össze országosan. Itt egyre nagyobb mértékben bekapcsolódnak a határon túli területek is, évről évre nagyobb mennyiségek érkeznek határon túlról is, és a gazdáknak, a résztvevő gazdáknak a létszáma is egyre fokozódik, és egyre nagyobb országos szinten is adományozás zajlik, és megyei szinten is adományozás zajlik. Ugye a legismertebb adományozott az a Dévai Szent Ferenc Alapítvány, és itt mi Tolna megyében is minden évben megtaláljuk azokat a civil szervezeteket, akik a rászorulók részére utána ezt a Tolna megyében összegyűjtött búzából megőrölt lisztet eljuttatják. A Magyarok Kenyere Alapítvány ugye nem csak búzaadományokat fogad, hanem pénzadományokat is fogad, tehát így bárki részt vehet ebben a programban és adományozhat a jótékony cél érdekében. Gőzerővel zajlik a felkészülés a megújuló szakképzési rendszerre, a szeptemberben induló technikumi képzésekre és az új tanévre a Tolna megyei SC Bezerédi István Technikumban. Egy korábbi magazinanyagunk ismétlése következik.
Akciókat hirdet az egyik népszerű ruhákat árusító weboldal. Minden héten vannak ilyen kedvezmények, amiket e-mailben is kiküldenek az oldalon rendszeresen vásárlóknak. Kevesen gondolnak bele, mekkora munka és milyen szakértelem szükséges ehhez, csak úgy, mint az eladói szakmához. Többek között ezt sajátítják majd el a kereskedelmi és webáruházi technikusok. A Tolna megyei szakképzési centrum Bezeridi István technikumban ősztől. Ebben az iskolában is, csak úgy, mint a többiben, teljesen átalakul a szakképzés és a képzési paletta is. Az igazgatónő azt mondja, továbbra is a kereskedelem köré épülnek az ösztöndíjat, piacképes tudást, szakmai gyakorlatot és továbbtanulási lehetőséget is biztosító képzések. De lesznek újdonságok is. Tolna megyében egyedül ebben az intézményben képeznek majd ősztől idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikusokat. Az iskolában az új szakok mellett megmaradnak a népszerű szakmai képzések, így például a közgazdasági ágazati képzés is, csak kibővült formában. Gazdálkodás menedzsment ágazatban hirdettünk meg szakirányt és képzést. A vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzésre volt nagyszámú igény a tanulók részéről, és tudjuk őket majd fogadni szeptembertől. A mostani időszakban az egyik legnépszerűbb logisztika-szállítmányozás ágazat szintén ebben a tanévben is a népszerű választott ágazathoz tartozott. Nagyon sokan jelöltek meg bennünket, sokan nyertek felvételt az úgynevezett logisztikai technikus képzésre. Ezek a technikumi képzéshez tartozó kínálatunk. Én bízom benne, hogy fel tudunk úgy készülni a fogadtatásukra, hogy szeptembertől minden feltétel adott lesz, és az új képzési irányok megfelelően fognak tudni alakulni. A technikumi osztályokban az első két évben ágazati alapozó oktatás történik majd, ami a 10. évfolyam végén egy ágazati alapvizsgával záródik. Akik ezután úgy döntenek, hogy nem akarnak többet tanulni, választhatják a duális képzést, és kimehetnek a cégekhez gyakorlatot szerezni. Tulajdonképpen egy sikeres alapvizsga után fogja majd a tanuló eldönteni, hogy melyik szakképesítést fogja választani az ágazaton belül. Akkor fog majd igazából a szakmai felkészítés elindulni, tehát a 11. évfolyamtól kezdődő 3 év lesz majd a legfontosabb a szakmai képzést illetően. Fontos tudni, hogy a technikumi oklevél emelt szintű érettségének is számít, ami előny a felsőfokú képzésben jelentkezés során, mondta el az igazgató. Ráadásul az 5 év során megszerzett ismeretek birtokában a felsőoktatási időszak is nagyban lerövidülhet. További előnye a technikumi képzésnek, hogy a következő tanévtől teljesítményük alapján a diákok is többletjuttatást kapnak az új ösztöndíjak formájában. Ez 9. és 10. egy elfogadott összeg szerint fog menni, 8000 forint per fő per hó lesz az ösztöndíj értéke. 10. évfolyam után természetesen változik ez a helyzet. Azok a tanulók, akik maradnak az iskolában, ők továbbra is tanulmányi ösztöndíjban fognak részesülni. A tanulmányi eredménytől függően 10 000-től akár 50 000 forintig is terjedhet a tanulmányi ösztöndíj mértéke havonta. A sikeres vizsgát követően pedig több 100 000 forintnyi sikerdíj járhat nekik. Azok a tanulók, akik pedig a 2. év után a duális képzést választják és elmennek a cégekhez gyakorlatra. Velük munkaszerződést kötnek a vállalkozások, és a diákok munkabért kapnak majd. A Bezeridi István technikumban jelenleg gőzerővel zajlik a felkészülés a megújuló szakképzési rendszerre. A tanári gárda a következő hetekben állítja össze szakmai programjaikat az új képzési kimeneteli követelmények alapján. Azt ígérik, szeptemberre megfelelő képzési programokkal és kialakított helyi tantervi irányokkal tudják kezdeni az új tanévet. És ebben az új tanévben a felnőtteknek munka mellett is lehetőségük lesz bekapcsolódni az új rendszerbe. 2 szakma, valamint egy szakképesítés megszerzésére ingyen van lehetőség Magyarországon. Ez eddig csak nagyon kötött módon iskolai keretek között tudott megvalósulni. Ezeket a kereteket tágítják most, amennyire lehetséges, de akár az is elképzelhető, hogy előzetes tudása alapján valaki a korábbiakhoz képest fele annyi idő alatt szerezhet szakmát. Az lenne a cél, hogy akár a saját vállalati körülményei között is tudjuk ezt a képzést csinálni, meg tudjuk ezt is oldani. Az lenne a cél, hogy minél kevesebb időt vegyünk el abból a hasznosuló időtartamból, amit egy cégnél, főleg egy
kis vállalkozás vagy egy mikrovállalkozás esetében, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Ebből a hasznos időből keveset vegyünk el, ezért távoktatási programokkal dolgozunk, próbálunk, alakítjuk ki, és alakítunk ki természetesen olyan egyéni tanrendeket, amik ezt szolgálják. Itt alapjában véve azért ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogyha valaki munkában van, és valamilyen módon, autodidakta módon, de korábban már szerzett tudást, és ezt szeretném most formalizálni is, azaz papírt szerezni róla, akkor most ennek a lehetőségét tudjuk megadni, hiszen a saját cégénél, vagy abban a cégben, ahol ő alkalmazott, tudja mindezt a gyakorlatot teljesíteni, és amikor a gyakorlatot teljesítette, mi ahhoz teszünk kiegészítéseket. Tehát tulajdonképpen így tudunk mi nagyon rugalmasak lenni minden irányba. A Tolna megyei szakképzési centrumnál szeptembertől indulnak ezek az egyéni képzések, amikre egyébként évközben is lehet jelentkezni bármikor. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!